Nadányi Zoltán, az első pogácsa. Konyhajelmezt öltött kislányom Kati, sütőtudományát úgy próbálja ki. 20 kis pogácsából csak egy sikerült, az is furcsán festett, mikor kikerült. Botrányos alakja, rossz fogása volt, kemény kapogása, de pogácsa volt. Nekem szánta ő ezt, hozta boldogan, hát ahogy harapnám, nem fogja fogam. Igen ám, de lesnek lelkes nagy szemek. Milyen a pogácsa? Csíj, mondom, remek. Kati csak úgy hízott, kiszaladt. Na hát, ízlik a pogácsám, hallom a szavát. Magunkra maradtunk, pogácsa meg én. Hosszan elmelegtem Kati remekén. Kicsi kis pogácsa, úgy szemre kevés, csak a fog sok alja, mikor belevés. Nem veszi be sajnos, se szám, se begyem. Jó lesz eltüntetni, hova is tegyem. Kiskutyánk ott sétált az ablak alatt. Oda dobtam annak. Nesze, jó falat! Siettem utána a konyhába ki. Kell, hogy Kati mellett valljon valaki. Megette meg kérdi. Két kedve anyu, nagymamácska ő is. Hely, csupa gyanú. De én megfeleltem. Azért vagyok ott. Egy baj volt, kevés volt. Kati ragyogott. Épp akkor besétál ám a kiskutya. Mit hoz a szájában az a kis buta? Hozza a pogácsát még sértetlenül, leteszi, ott hagyja, szinte menekül. Nevetésbe tört ki most a társaság, még Kati is, ő is fogta a hasát, mert megtudta ebből, akit érdekel, hogy az a pogácsa kutyának se kell.